Mennyire utálsz emiatt a lámpa miatt amúgy? Ja, geci, beteg vagyok amúgy. Milyen aranyosak, nem? Bazd meg, megvan! Hívjuk föl! Kezdődik a sorsolás, az R betű. Te nyerted a 3 millió forintot, hogy elkölcsed velünk. Úristen! Na srácok, üdvözlök mindenkit a legújabb videóba. Gut and Tag. Negyed 90 öcskösök, vártak egy perc. Na csak levettem az állványról a kamerát, ugyanis a mai nap nincsen kamerásom, úgyhogy egyedül nyomom a sztorit. Mint azt láthatok a videónak a címébe, egy olyan dolog lesz ma. Nem olyan mozgalmas viszont ennek az egész dolognak, ami közeleg, ennek ez egy nagy része, illetve ez egy nagy mérföldkő, ugye két éve, több mint két éve van már meg nekem itt ez a Rich Compound. Mint azt látjátok, a víz még nem jött föl. Sokan kérdeztétek Insta sztoriba, de feljött. Geci, kurva anyádat! Ja, hát elkezdett megint feljönni a talajvíz. Faszopó geci árvíz. Na, szóval azért, hogy sokan kérdeztétek úgy, hogy hát ja, akkor megint jön a víz. Egyébként most jött volna a markoló is megépíteni a pitbike pályát végre, de akkor gondolom ezen megint csúsztatunk. Viszont ez a hely, ez nagyon fontos nekem, nagyon fontos számomra. Nagyon fontos az egész mindenség számára, ugye. Mint azt tudjátok, hamarosan bővülni fog a Rich Gang Production tisztítószerekkel, többféle autóápolási termékkel, saját márkás brandinggel termékkel, amik hamarosan megérkeznek hozzánk. Így muszáj volt ez a dolog, amit most meg fogok nektek mutatni. Szóval én örülök neki, hogy összejött, mert már kinőttük egy picit az előző konténert. Fiai, dobpergés, 3, 2, 1... Opparé! Ezt az újat építettük hozzá. Ha esetleg nem emlékszel régi videókból, akkor itt volt egy ilyen előtető, egy ilyen előterasz, és az annak idején két éve már úgy lett megépítve, hogy tudatosan ezt majd belehessen szendvics panellel egy ilyen könnyű szerkezetes dolognak építeni. Nézzétek ilyen oldalról. Azért így látszódik, hogy az volt az első konténer, ez meg lett most ez. Attól a belmagasságtól egy picit félek a fűtés miatt, de így volt a legköltséghatékonyabb, mert ha vissza szerettük volna rakni kisebbre, akkor az még idő, pénz, energia, úgyhogy ez így egyszerűbb volt. Na de, a mai videóba megmutatom nektek ezt az új részt, illetve le fogjuk ezt burkolni, ugyanis most teljesen kop üres. Na, figyeljetek, mutatom. Na, itt át is álltunk. Ó, gyerekek! Na, ez volt itt az első setup, ugye itt szokott menni mindig a chill, a lógás, ugye itt megy a webshop, és ez a rész épült most hozzá. Nem tudom, milyen a hang, valószínűleg geci szar, mert még víz hangzik, meg a falak is verik vissza a hangot mindenhonnan. Igazából tegnap készült el teljesen az egész. Ez az épület le van szigetelve, ez a szigetelt szendvics panelt választottuk. Ja, ki van húzva alul körbe, sziloplaszttal mindenhol, úgyhogy itt teljesen itt is, és mindenhol le van szigetelve, illetve felkerült ez a lámpa. Sokan írtátok, hogy hol találjátok meg ezt a lámpát. Lerakom a linkjét a leírásba, hogyha vásároltak, írjátok bele a nevemet a megjegyzésbe, léci, mert van egy kis dílem velük, úgyhogy elvileg kapok még egy ilyen lámpát, hogyha elmegy pár darab. Úgyhogy öcskösök, ott lesz lent a link, húzzátok meg. Nem fogok nektek kamúzni. Nem tudom, mit csinálnék, hogy miért kapnék még egy, de szerintem beraknám oda bentre. Mondjuk az a baj ennek a lámpának egyébként, hogy így most geci gizda, de akkora fénye van, hogy csak munkához jó. Szóval, hogyha így kijöttök a spanyaitokkal lógni, esélytelen, mert akkora fény van, geci, hogy így beszarsz. Viszont, amit meg akarok mutatni, volt ez a lámpához,
Volt ez a lámpához egy távirányító, ezt még nem raktuk be, ez még nincsen beépítve. Az a lényeg, hogy ennek egy ilyen villanykapcsolós bemenetbe tudod bepattintani, és akkor ez érintő funkciós lesz. Úgyhogy nálam most itt is lehet kapcsolni, meg oda is be lesz majd építve a konténer másik felébe, és még be lehet kapcsolni telefonról is. Mondjuk ezt az opciót nem tudom, hogy nem tudom, hogy mi értelme van, de amúgy így gizdasz, mondjuk itt vannak a haverjaid, és te le tudod kapcsolni a lámpát telóról, ha mondjuk kint vagy a WC-n, indokolt. Úgyhogy, azt látjátok, itt megmaradt az első garázskapunknak az egész teljes terjedelme. Itt viszont nem akartam, ide majd még jön be egy plexi, valahova, de nem tudom pontosan még, hogy mikor, mert kicsit most túlvittük így is a költségvetést. Ami ide most még lesz fixen, az burkolat, azt már meg is vettem. Ugyanezt a parkettát, ugyanezt sikerült megtalálni, aminek nagyon örülök, mert szerintem kurva jó lesz. Úgyhogy a mai nap ezt le kéne, hogy rakjuk, mert hamarosan érkeznek a tisztítószerek, és hogyha ismerem magam, ha most nem csinálnám meg, és bepakolnék ide mindent, akkor utána soha nem pakolnék ki, majd akkor, hogyha mondjuk full üres lenne, vagy teljesen kifogyna minden, akkor meg lenne csinálva, úgyhogy ez muszáj lesz még a tél előtt leparkettázni, meg rakni egy vékonyabb szigetelést, mert ugye a betonon azért eléggé jön át a hideg, illetve még majd fel fog kerülni, ugye ott van egy klíma, és ide fel fog kerülni majd még egy klíma. Nagyon örülök neki, hogy ez elkészült, hogy ez meglett. Így azért már bőven újra van annyi helyünk, hogy tudjunk nektek télen forgatni olyan videókat, amiket idén télre találtam ki. Úgyhogy örülök neki, hogy itt előtt így összejött ez a műhely. Itt van bent az anyag a kocsimba. Na, ezt kell bepakolnom, aztán el kell kezdeni. Szerintem onnan megindítjuk, így fog futni, aztán megy. Hú, ez nagyon sokat fog dobni ide, illetve csináltam még valamit, de azért majd csak akkor megyünk el, hogyha a burkolat már le van rakva. Na, kezdjünk neki, mert ez így is hosszú nap lesz. Nem raktam be mindent, mert ha beraktam az összes parkettát, akkor ezt folyamatosan pakolhatnám egyre jobban hátra, helyet foglalna, úgyhogy így, hogy egyedül nyomom, ez így most sokkal gyorsabb, hogy nem rakom be mindent. Sokan szoktatok kérdezni, hogy nekem mi a szakmám, vagy minek tanultam. Na, nekem ez a szakmám, épületburkoló vagyok. Csempeljáról a parkett. Sokat dolgoztam úgy a szakmában, csak az elején nagyon megutáltatták velem, ilyen elég szar helyeken voltam, ahol így szopadtak meg minden, és így annyira nem szerettem meg. De amúgy jó szakma, meg amúgy jó flash, meg ilyenkor, hogyha van időm, akkor tök szívesen megcsinálom magamnak. Ezt itt bent, nem tudom, emlékeztek-e 2 éve, ezt is én csináltam. Most is pont azért van egyébként egy ilyen videó, mert ezt ugyanígy mi csináltuk, vagy hát én csináltam. Annyi, hogy látjátok, a beton az jó, szóval azzal nem kell, nem árulok el olyan nagy zsákbomocskát. Ez egy elég prémium minőségű beton, fel is van csiszolva, meg minden. Nem nedves, úgyhogy lehet is rá rakni, kiálló dolgok nincsenek rajta. Le kell raknom ide egy vezetősávot, és akkor onnantól kezdve lehet darálni végig a négyzetmétereket. Annyi, hogy mivel egyedül nyomom, így annyira nem lesz gyors, mert kéne egy ember, aki mindig alá adja a kezem alá a dolgokat, de hát ja, most ezt így tudom megoldani. Takarítsuk ki, söpörjünk ki, csináljuk meg neki az alapot, aztán zsa. Sávok. Keszi nagy szopás így, hogy egyedül nyomom, mert nagy a hely,
mindig menni kell valamiért, mindig valami ott marad valahol, és ja, sok idő, faszom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó lesz ez így. Jó lenne, hogyha ma elkészülne, mert amúgy sok dolgom lenne még, és ja, mindegy, nem lesz időm kamerázni, geci. Na, mint azt látjátok, már több mint a fele kész. Nem nagyon videóztam közben, mert hogyha elkezded nyomni, akkor faszom bekapcsolni a kamerát, beállítani a fényeket, minden, de kurva jól haladok. 10:58 van, úgyhogy ja, még a végén lesz időm, ma még másra is. Igazából ott a korlátnál itt volt a fele, szóval ja, már igazából több mint a felelem van, szóval ja, szerintem ez egész jó, most már így nem olyan világos, most már így az ajzattal, úgyhogy kurva jó lesz, nagyon-nagyon extra lesz. Annyira beindultam, hogy gyerekek, felszakadtak a régi iskolás évek, és kész is lett, úgyhogy amúgy lényegében jól sikerült, ott is szépen bevagdostam ott a peremnél is mindent, meg is csak ezt egyszer kell jól megcsinálni, közben a Dylan meló után beugrott egy picit ugyanis. Készültem ide valamivel, látjátok, ez lépésálló nagy ridzsgenges matrica, szóval ez csak az R betű, szóval így look. És az a problémám, hogy azt a kanapét, jó, geci, beteg vagyok amúgy, azt a kanapét, azon gondolkozom, hogy át kéne importálnunk ide, viszont én ezt a matricát úgy rendeltem, hogy ez pont a közepére fog kiférni, viszont hogyha berakjuk oda a kanapét, akkor csak egy nagy I meg egy H betű fog belőle látszódni végig, és ez most valahogyan lehet, hogy mivel ez a sáv üresen fog maradni, lehet, hogy ide kéne feltennünk a csipók. Úgyhogy kiosztom gyorsan a dolgokat, de amúgy szerintem lehet, hogy ide meg túl nagy lesz amúgy. És ugye ezt úgy kell raknunk, hogy ezt össze kell illesztenünk, ezeket a fehér geciket, és úgy lesz jó. De egyelőre nem is értem, bazd meg, nem tudom, mitől mérjünk el, hogy merre legyen a felirat, kifele nézzen, befele nézzen. Így meg olyan faszit, nem? Hát... Nekem így annyira nem tetszik. Meg amúgy fordítva kéne. Hát de arra, hogy arra nézzen. Ott lenne az R betű. Igen, pontosan. Ja. The next day. Na hát... Közben elkészült itt minden, a matrica még mindig nincs felrak. Nem tudom eldönteni. Nem tudom, hogy mi legyen vele. Faszom ki van amúgy, őszintén mondom, mert annyira jó lett volna. Idei telibe, de valószínűleg ez még várat magára, szerintem jövő héten felkerül pár dekorelem, ami megfogja ezt az egész helyet így úgy alapozni, hogy kurva menő legyen, mondjuk már így is nagyon jó, nagyon örülök neki. Az ott még amúgy egy nagy felület végig, az ott még nagyon tetszik, meg az a fal, az ott még fog kapni. Csak nem kameráztam tényleg annyit itt most, mert amikor dolgozol, akkor úgy nincs kedved. Vagy akkor azt csinálod, és akkor nem állsz meg elindítani a kamerát, nyomni, meg ilyenek. De legalább kész lett, meg amúgy ilyen melegebb hatása is van, meg a szegélyt fel kell majd rakni. Szerintem azt jövő héten felrakom, csak elég bonyolult hetem volt. 24 perc múlva kezdődik a sorsás, úgyhogy hamarosan ki fog derülni, hogy ki lesz az, remélem jövő héten, mert ezt a videót jövő hétre terveztem, jó lenne, hogyha jövő héten az aktuális szerencsés nyertessel fel tudnám venni azt a videót, ahol el kell költeni a 3 millió forintot. Izgatott vagyok, hogy mi lesz, pár perc, aztán fellőjük a live-ot, aztán nyilván megint ugyanúgy bele fogom rakni a videóba, ebben, hogy lássatok ti is, aki a live-ról esetleg lemaradt. Úgyhogy srácok, szorítsatok. De mondjuk mire ez a videó kimegy, addigra már tudni fogjátok, hogy ki nyerte. Pár perc. Én izgatott vagyok, mert ez egy olyan videó, meg egy olyan élmény egy embernek, ami szerintem egy élete során egyszer adatig, hogyha követ engem, úgyhogy gyerekek, lent a feliratkozás gomb és az Instagram is itt van. Lesznek még komoly dolgok a közeljövőben, úgyhogy nem maradjatok le. Na de, meg itt be kell állítanunk a fényeket, be kell mindent rendeznünk, aztán kezdődik a sorsás. Instán már pörög a live, úgyhogy még kicsit várok, hogy páron be tudjanak jönni, aztán utána megnézzük, hogy ki fogja megnyerni a 3 million forintot, amit elkölthet velünk. Akarod húzni? Vagy Barbie, nem húzod ki te? De. Kihúzott te? Aha. Ricsi, lezártam a telót. Bazd meg!
Nem tudom a kódodat. Bazd meg, de megy lehet szerinted a live? Nem tudom, faszom, nem fér bele ebbe a szarba, Ricsi. Geci! Ne, leállt! Ocs, mondd meg, hogy mi történt! Lezártam a telót, de nem fér ebbe a fosba bele, bazd hogyha meg! Hogyha berakom, te veszed a kutyának a tápot egy évig. Jó, már én bele tudom. Nem, így most már nem. Hagyjál. Így most már nem. Na, tényleg te akarod húzni? Hogyan írja a gyerek, a kutyát is lehet csippelni! Na, az a lényeg, jól keverd át, és miután átkeverted, szépen... Azt írják, nem akad semmi jó a hang. Majd a húzás alatt ne nézzél bele, tudod, jó. Csak így kuszáld át, egyet vegyél ki, aztán a Palko oda megy mellé, megnézitek, aztán olvasd fel, és utána meg mutasd bele a kamerába mindkettőbe. Oké. Izgultak. Én nagyon, gondoljátok bele, hogy hárman mi leszünk ott, meg a Máté, ugye a kamerás, és el kell költeni velünk 3 million forintot. Csak nekem kéne. Anyát írja a gyerek. Nem neked kell. Írja a gyerek anyát, X-gang, vagy a Rich Gang X kutya ruhák. Amúgy tudja, hogy lenne ilyen kutya szponzorunk egyébként, tuti betalálnák jó, a cégét. Jó, kivettem. Meg minden, meg is van, várj, bazd meg, meg is van. Igen. Na, hát akkor... Igen. Akkor itt nézzük meg, Patrik, benn vagyunk a live-ban? Ne, egyáltalán nem. Vissza. Egyáltalán nem vagytok. Na hát most igen. Na. Nézzük meg, azért, hogy most megnézzük, hogy ki az. És akkor mi már meglátjuk a rendszerből. Egy pillanat, csak ez mindig időbe telik. Bazd meg, megvan. Jó, akkor Barbie. Olvasd be. Oké, szóval. 21, 14, 17, 83 és 5. Na, gyere, vidd oda közel mindegyikhez szépen. Mutasd bele a live-ba is, meg mutasd bele a másik kamerába is, aminek olyan volt. Nem éles. Hozz hátrébb, ott a másik. Úgy jó. Ott a másik kamera is. Na! A nyertes pedig Pataki István, Hajdúszoboszló. Hívjuk föl! Szerinted mit fog szólni? Amúgy tuti nem nézte a live-ot. Miért nem nézik? Jó napot, Pataki István. Jó napot kívánok! Polecki Richard vagyok, és te nyerted a 3 millió forintot, hogy elköltsed velünk. Úristen! Na? Ez hallom, tesó, jó minden? Jó. Nem nézted a sorsolást? Nem, sajnos most jöttem igazából haza, de hát legjobb időben hívtál, tehát... Hát azt az egy kicsit, hogy megállt a lépzetem. Hát figyelj, nem számítottál rá, vagy nem, ilyen, így inkább csak a póló miatt vetted, gondolom, a póló, szóval hogy nem annyi... A póló miatt vettem, de mondom, hogyha már úgy van, mondom, ez egy sorsolás se lenne rossz. Hát tesó, ezt most behúztad kőkeményen. Ha jól láttam, egy darab 3XL-es pólód volt, igaz? Igen, csak egyet rendeltem, gondolkoztam, hogy rendeljek többet, de ezek szerint akkor ezzel az egyet is nagyon jól jártam. Tesó, megvan ez most a tied, úgyhogy annyi, hogy felvesszük veled majd a kapcsolatot, még a héten, vagy holnap, és akkor jövő héten leforgatnánk a videót, amikor abba a városba, ahol választod. Rendben, hát igazából majd megbeszéljük. Budapest, vagy választhatsz. Barcelona. láttuk az előbb a rendelésből, megnéztük, de mondom, van egy napod, hogy... Repülni akarsz, mehetünk! Van egy napod, hogy elkölts velünk 3 milliót. Hát akkor... Ez nagyon szépen köszönöm, ez életlenül meglepett. Hát azt hallom! Tesó, további szép napot, aztán beszélünk majd. Köszönöm szépen! Na! És akkor, na. Hát akkor jövő héten felveszik a kapcsolatot. Tesó, nem fogok eltűnni, ígérem! Jövő hét vasárnap, ma az a videó fog kimenni, hogy költöd a pénzt! Köszönöm szépen! Ne viccelj!
találkozunk, majd hívlak, hívunk majd az időpont miatt, szia! Ott bebasszuk hátra őket. Mi is oda? Létsz, ne húzzátok az időt, a életekről van szó. Hallod, Expeditor? Most amúgy tényleg, mi a terv? Mert most lement a live, és akkor most tényleg elmegyünk a kutyákért, és... Figyelj, szerintem beszéljünk meg, hogy menjünk oda, nézzük meg, mutassuk meg a kicsinek is a kutyákat. Menjünk, mert elmennek, faszom! Ott vannak. Két hónapos kutyák. Van kulta kulcsa? Hát, ja. Jó, csak tényleg menjünk oda veled, aztán meglátjuk. Persze, oda megyünk vele. Én vagyok rá, csak tudod, úgy vagyok egy picit ezzel, hogy ez innen egy felelősség, érted? És azért nem akarom, hogy nekik szar életük legyen. Lehoztuk a feladatokat. De most itt nálunk hogy lenne már szar hely? Nézzem meg, mekkora helyük van. És mi volt a kocsiba? Jó, melyek hoztál itt. Jó. Második sinukán. Pont itt van az élőhelyük amúgy. Hol? Ott. Itt lent. Faszodat? De itt, gyere! Itt vetted őket észre? Ja, nem, itt fent futott az egyik, gyere! Csak én itt mentem le, gyere le! Itt vannak bent. Nézd meg, Ricsi. Anyád, látom. Olyan cukik, baszki. Azt Barbi, tudom. Hozz vissza azt a lepedőt, de a kocsi kulcsot odaadtam. És mi tényleg ezt elvigyük? Hát ja, el kéne, nem? De erre nem számítottam ma. Három van, tényleg. Igen. Gyere ide! Barbie, Patrik és Ricsi. Igen. Gyere ide. Talán, hogy valószínűleg itt alszanak a bokor alatt. Itt, mert itt vannak, ja. Gyertek. Gyertek. Tehát meddig lennének ilyen félénket? Nem sokáig, egy-két nap. Meg ha éreznék ám, hogy nem bántják őket, akkor hamar. Ugye? Bolhások szerintem. Miért? Mert mindegyik vakarózik. Hát de amúgy is vakaróznak a kutyák. Ja, igen. Nem vagyok állatorvos, így ennyire nem vagyok képbe a dolgokkal, de... De miből gondolod, hogy bolhások? Minden kutya vakarózik. Hát így elég nagy sanszot látok hát rá. Hát így én is. Akkor én nem fognád meg? De jó, nem tudom, hogy ez hogy működik. Megszeredítik őket. Uh-huh. Az a baj, már nem éhesek. Mi öntök? Most talán örültek egy picit. Na gyertek! Jaj, szia! Szia, téged maga, mondjátok! Jaj, jó kedvesek lenni! Gyertek ide! Ezek még gyerekek, mint zöldnek. Gyertek ide! Szia! Na, mondjad! Nem bírom, nem bírom. Mondjad! Mondjad nekem! Na, szia! Mit mondtad? Mit mondtad neki? Szerintem megköszönik, ugye? Jó, Istenem! Másnap reggel van, tehát lemerült a kamera. Építettünk a kutyáknak, hogy elhoztuk őket haza, csak nem tudtuk felvenni. Építettünk nekik egy ilyen kis mini kennelt. Látjátok, milyen fasza lett? Hát annyira nem lett jó, mert szevasztok! Na mi van, itt aludtatok? Öcskösök! Gyertek! Siastok! Siastok! Olyan feketék vagytok, nem is látszottok rendesen. Na, és mit menekültök? Ki éhes? Gyertek! Ki éhes? Na gyertek! Félnek még nagyon. Ott a kaja, gyertek, egyetek! Na mi van? Hol a többi? Na, a kutyák meg még a hétvégén itt lesznek nálunk. Addig etetjük, itatjuk őket, vigyázunk rájuk. Amúgy most így, nem tudom, kiszoktak a kennelből, de igazából nem viszem őket vissza, mert tök fölösleges, egy másodperc alatt kijönnek, ahogy így nézem. Úgyhogy, ja. Ennyi volt ez a heti vlog, ez az egész, mert tényleg most, na hát. Na, mi van? Itt meg a harmadik. Úgyhogy, ja. Ennyi volt ez most, úgyhogy ja, találkozunk jövő héten remélem felvesszük a 3 milliós videót, a sráccal egyeztettünk, úgyhogy mondta, hogy még az időpont neki kérdéses, remélem, hogy azt tudjuk hozni mindenképpen, mert szeretném, hogy kimenjen ez a videó is. A kutyákra van, majd mondom, hogy mi volt. Na, találkozunk jövő héten, ez a következő videóba. Itt van a spawn, itt van a spawn. Teszi a videót ki, és mindenki nézi.